Kedves gyerekek, kedves kollégák, kedves vendégeink! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Devecseri Zeneiskola tavasz köszöntő koncertjén. Zelk Zoltán tavaszi dalát hallottátok a harmadik osztályosoktól. A tavaszt köszöntjük a mai kis műsorunkkal, és ezzel is folytatjuk a Kis Kece lányon kezdetű dallal. Ezt a dalt mindenki ismeri, de nem csak Magyarországon. A Kodály módszernek köszönhetően meghódította még Izlandot is. A dal szerepel egy óvodásoknak készült összeállításban, így mire felnőnek az ottani gyerekek, természetesnek veszik, hogy ez az ő daluk. Most Szabó Álmos fogja nekünk elfurujázni. Nagy tisztelettel szeretném megkérni a kedves nézőközönséget, hogy legyetek szívesek csendben végighallgatni a produkciókat, mert látjátok, hogy Álmos milyen picike, és milyen ügyesen furujázik, és nagyon-nagyon sokat készült és gyakorolt rá, nem csak ő, hanem a következő szereplő is, aki a kenyérsütésnek minden mozzanatát leírja a következő dalban. Szólítom Beck Konstantint. Mivel tavasz van, nagyon sok fa virágba borult, virágzik a mandula, a barack, a ringló, és Bernát Csilla most a körtéfáról fog nekünk furujázni. Régen, faluhelyen, amikor észrevették a vénasszonyok, hogy egy fiú meg egy lány tetszenek egymásnak, összeénekelték, vagy kiénekelték őket. Ebből születtek a párosító dalok, amelyből elég sokat találhatunk a magyar népdal kincsben. Az este van már 8 óra, Jakucs Pista és Bíró Róza szerelmét énekli ki. Képzeljétek el, hogy van nekünk is olyan dalunk, amiről azt hiszük, hogy magyar népdal, de mégsem az. Ugye előbb a Kiskecénél mondtam, hogy az izlandiak azt hiszik, hogy az izlandi népdal, pedig nem az. Nekünk is van ilyen, az Egy boszorka van, ez egy szlovák népdal, melynek szövegét Balázs Béla írta. Most ezt a két dalt fogjátok hallani, este van már 8 óra, és Egy boszorka van.
játszik Gyenes Levente tenorkürtön és Kis Gergő trombitán. Hát látni kellett volna itt a színfalak mögött, mindenki egyszerre vett velük levegőt. Ennyire izgul a tanár is a növendékért. Ránki György sokoldalú zeneszerző volt, és minden műfajban alkotott. Írt operát, musicalt, filmzenét, és még gyermekoperát is írt. Most egy zongora darabot fogtok tőle hallani, a címe Ludasjáték, előadja Váti Kristóf és Huszár Katica. Sándor napján megszűnik a szél, József napján megszűnik a tél, zsákban Benedek hoz majd meleget, nincs több fázás, boldog, aki él. Ezt a verset Vörös Sándor írta, és a hozzá tartozó dallamot pedig Kodály Zoltán. Ők nagyon jó barátságban voltak, és volt olyan eset is, lehet, hogy nem pont ennél a dalnál, de biztos előfordult, hogy telefonon beszéltek, Sanyi bácsi bemondta a verset, szöveget, Zoli bácsi pedig gyorsan följegyezte rá a dallamot, mert mind a ketten zsenik voltak. Most a közismert dallamocskát halljuk Tahin Noel előadásában, aki szaxofonozik. A szép köszöntő után egy kiskacsa fürdik, és az apropója a dalnak, hogy ilyenkor kell neki a kiskacsák, és libasorba mennek az anyukájuk után, tehát a dal címe Kiskacsa fürdik, Bárdos Lajos feldolgozásában halljátok, és Bodó Boglárka fogja elfuvolázni.
Még mindig a víznél tartunk, nagy horgász kollégám mondta, hogy télen, amikor nagyon hideg van, a harcsa, az bevermeli magát az iszapba, és egy héten csak egyszer eszik. De ilyenkor tavasszal, mikor már felmelegszik a víz, előjön a harcsa a vízben, és ezt a dalt fogjuk hallani Sidó Attilától, aki trombitázik. Azért szeretném elmondani, hogy Attila negyedik osztályos, aki előtte szerepelt, Bogi pedig harmadik osztályos. Tehát ide lehet eljutni körülbelül szeptembertől, ugye most van március eleje, a hangszertudásban. És akkor egy kicsit visszafelé tekintünk a tavaszból, a télbe és az előző időszakra, ami a farsang volt. És a farsangi hangulatot fogjuk most felidézni néhány dallal. Először Csík Luca, aki Beethoven német táncát fogja eljátszani. Régen egy lánynak a farsang idején illett párt találni és férjhez menni. Ez az egyik része a következő dal apropójának, a másik pedig maga a zeneszerző Johann Sebastian Bach, aki nagyon sok olyan műfajt írt, aminek az a neve, hogy kantáta. Ez olyan műfaj, amiben szólisták és kórus énekelnek zenekari kísérettel. Mivel Bach Lipcsében a Tamás templom karnagya volt, minden egyházi hétvégére írt egy ilyen kantátát. Igen, de ő nagyon szerette a világi témát is, és akár egy kis virágról, vagy egy jó kávéról is itt tudott írni kantátát. Most a paraszt kantátából fogunk részletet hallani, ami ennek az életformának az egyszerűségét és a szépségét énekli meg. Az a címe, hogy Üdv néked, és arról szól, hogy a vőfély elmegy a lányosházhoz, és kikéri a menyasszonyt. Úgyhogy most akkor halljuk a két vőfélytől, Hekele Dánieltől, bocsánat, fordítva kellett volna mondanom, Mészáros Zoltán, ők ketten fognak trombitálni. Thank you.
Érezd már a szívszavát. Egy igazi klasszikus dal következik az Oroszlán király című filmből. Szimba és Nala, a két oroszlán találkoznak hosszú idő után, de nem tudják, hogyan kezeljék egymás múltját és a találkozásukat. Szimba barátai, Timon és Pumba pedig attól félnek, hogy elveszítik barátjukat, de aztán beletörődnek, hiszen látják, hogy Szimba és Nala már egy pár lesznek. Érezd már a szívszavát, a béke égig száll, egy perc elég, ma minden összeáll és egymásra talál. Hallgassuk meg ezt a szép dalt, Elton John szerzeményét, Szabó Zoli játszik klarinéton. A gyönyörű dal után jön még egy ilyen nagyon szép dal, szintén egy Disney rajzfilmből, ennek a címe Pocahontas. A rajzfilm története valós történeten alapul. Pocahontas a Powhatan indián törzs főnökének lánya volt. Amerika alapításának egyik leghíresebb története szerint 1607-ben saját testével fedezte apja elől, a törzsfőnök haragja elől, John Smith kapitányt. Pocahontas volt az első olyan indián nő, aki Európába hajózott. A róla szóló film dalát fogja most zongorán előadni Simon Sophie és Huszár Katica. Mm.
Anni egy 10 éves kislány. Mindenkit képes levenni a lábáról szellemes és értelmes csacsogásával. Anni Amerika egyik hírhet árvaházában nő fel, amíg egy megtépázott pénztárcájú és hírű milliómos kiválasztja és meghívja a villájába néhány hétre. A milliómos vonakodva bár, de örökbe akarja fogadni ezt a kisgyereket, de csak azért, hogy javítsa a saját magáról kialakult negatív képet. Anni kedvességével, tehetségével és énektudásával őt is leveszi a lábáról, és örökbe fogadja. Igen, de tudja, hogy Anninak mi hiányzik a legjobban, a saját szülei. Ezért a milliómos pénzdíjat tűzt ki annak, aki jelentkezik és tudja igazolni, hogy ő hozzátartozója ennek a kislánynak. Ez egy nagyon szép kis történet. Nem olyan régen dolgozták fel már nagyon sokadik alkalommal. Ez is a musical címe, hogy Anni, és ebből a történetből készült zenés filmben hangzik fel a következő dallam, az a címe, hogy Holnap. És Anni arról énekel, hogy ki kell tartani fel a fejjel, mert holnap kisüt a nap, még akkor is, ha most esik az eső. Hallgassuk meg Orsos Jessica-t. Azt hiszem, itt a farsangi résznél volt tánc, aztán volt esküvő, volt rajzfilm, Oroszlán király, Pocahontas, volt musical, és a farsangi részt most lezárjuk egy igazi tüzes szambával,
ugye Rio de Janeiro-ban, amikor farsang van, ott vonulnak fel mindenféle szamba iskolák. Most azért, hogy ne ilyen kis szomorkás legyen a farsang lezárása, ezért most egy vidám, igazi szambát fogunk hallani Tóth Alberttől. Köszönjük szépen, hogy ilyen nagyon jó hangulatba hoztál bennünket, Berci. Az utolsó műsorszám előtt szeretném megköszönni kollégáimnak a felkészítő munkát. Huszár Katica, Göcsei Márk és Hekele Dániel, egy nagy tapsot. Oké, és ez a koncert nem jött volna létre, ha nincs a Művelődési Ház csapata, Kurti Róbert, Császár Balázs és Szilvás Roberta. És amint láthatjátok, a zenekar készülődik. A legvégére hoztunk nektek egy nagyon szép dalt a Titanic című filmből, és hoztunk egy olyan dalt, ami arról szól, hogy légy boldog, happy.